nos, nem a könyveket mutatom. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban megint egy kicsit társasjátékokról lesz szó. Hát mondanám, hogy nem olyan régen, de már szerintem elég régen volt az, amikor volt egy videó, amiben erről a játszóház projektről beszéltem, és ez a játszóházhoz projekt igazából egyébként azóta már javítom itt magamat, tehát hogy maga a társasjáték kölcsönzős része, de be fogom linkelni a videót föntre is, lentre is, mindenhova, és meg tudjátok nézni, ott kicsit részletesebben beszélök ennek a hogyanjáról. Most meg igazából kaptam még egy adag társasjátékot, és azokat akkor megint így nagyjából bemutatnám, meg párosítok hozzájuk könyveket. Röviden igazából egy ilyen társasjáték kölcsönző projekt kapcsán kerestek meg engem, és mivel mi nagyon szeretünk társasozni, ezért elfogadtam, mert egy tök jó lehetőség, és szívesen segítek nekik is esetleg olyan embereket találni pluszban, akik ezt így élveznék és szeretnék. No! Szóval megint kaptam három játékot, amit megint kipróbáltam, és megint társítok hozzájuk néhány könyvet, és egyébként nagyon szuper ez egész, és tök jó társasokat tudtam kipróbálni, meg a család is, úgyhogy nagyon örülünk ennek az egész megkeresésnek, és nagyon szépen köszönjük, hogy lehetőséget adtak erre. No, az első játék, ez a Hét csoda nevet viseli, és ez nekünk nagyon bejött, főleg miután rájöttünk, hogy hogy kell vele játszani, amihez nagyon sok segítséget nyújtott a külön videó, amiben elmagyaráztak a szabályokat, ami ugye a fedélben lévő QR kóddal lehetett odajutni. Mert először megpróbáltuk a leírás alapján, és elvesztettük a fonalat, és abszolút nem értettük az egészet, úgyhogy ezt tényleg csak azért tudtuk el kipróbálni és játszani vele, mert volt hozzá elmagyarázós videó, és az nagyon pöpec volt, mert utána rájöttünk, hogy hogy kell játszani, és nagyon élveztük, és tök sokat játszottunk is vele. Engem igazából ez ilyen Catanra per Kandamirra emlékeztetett, Catan telepesei, az szerintem egy elég népszerű játék, azt talán tudja így az ember. Igazából nyersanyagokat kell gyűjteni, épületeket kell gyűjteni, hadsereget kell gyűjteni, ezzel pontokat, és akkor alapvetően mindenki valamelyik hét csoda egyike. És akkor azok ilyen plusz dolgokat adnak, tehát például ha valaki gízai piramisok volt, akkor azt hiszem annak téglája volt alapból. Tehát, hogy ilyesmik vannak benne, és akkor lehet építeni a szinteket, de lehet építeni egyéb dolgokat. És tök jó volt, főleg miután már belejöttünk és pörgettük az egészet. Na most hét csoda, ó, világ, meg ilyenek. Hát szerintem elég egyértelmű lesz, hogy milyen könyveket tettem hozzá. Na most ami nem olvastam és nincs is meg, de az is ilyen hét csoda címet visel. Talán az a Kolosszus, várjunk felírtam. A Kolosszus feltámasztása című könyv, ami egyébként nekem várólistás is, és az egész könyv, meg a sorozat is szerintem teljesen illik ehhez a hét csodához, mert eleve a hét csodáról szól, meg azokat keresik, azt hiszem, abban a könyvben. Már nagyon régen pakoltam várólistára, de ez megmaradt. A másik kettő, az Rick Riordan könyv, az egyik a Vörös Piramis, ugye gízai piramisok, amit az előbb pont emlegettem, és ez meg Vörös Piramis, Piramis, Egyiptom, az is ugye oda tartozott. A másik pedig az Athéné jele, ebben pedig ugye Pallas Athéné szobrát keresi, úgyhogy igazából az összes Rick Riordan könyvemet így hozhattam volna, hogy ez mind ide illik. A második játék, ez egy magyar tervezésű játék, ez az Igen. Ez nekünk ez annyira nem volt élvezetes, mert vannak kártyák, azokon vannak kérdések, és meg kell tippelni, hogy a társaságban hány igen vagy hány nem válasz van, valahogy így többféleképpen lehet. Na most ez igazából teljesen jó ilyen parti játéknak, vagy ez egy beszélgetés indító játék, de hogy tényleg valamilyen nagyobb társaság, akik kevésbé ismerik egymást, az úgy valószínűleg élvezetesebb, tekintve, hogy mi így négyen játszottuk családban, és azért mi elég régóta is elég jól ismerjük egymást. De amúgy nem mondom azt, hogy rossz volt, tehát egyébként jó volt ez is. Csak nem volt, jaj baba, csak nem volt alkalmunk, vagy hát nem tudtam igazából úgy kipróbálni egy ilyen nagyobb társasággal, mert hát most nem nagyon lehet ilyeneket.
És akkor ehhez könyvek, nem is ezt tettem sorba. Ehhez könyvek. Igazából kicsit ilyen asszociációs játékot játszottam a könyvekkel. Az egyik, amit ide választottam, az, amit sohasem mondtam el. Mert szerintem ebben a könyvben jól jött volna, ha egy hasonló játékkal leül a család és játszik, és egy kicsit beszélgetnek egymással, mert az nagyon sok problémától megkímélte volna őket. És igazából ugyanez vonatkozik a Seven Days of Us-ra is. Ebben egy család karácsonykor karanténban van, és ott is ilyen különböző viták vannak, de egyébként tökre megoldható lenne az egész probléma egymás között is, ha kicsit beszélgetnének. Úgyhogy ez a kettő szerintem olyan könyv, ahol ez a társas játék, amit én kaptam, ez az igen hasznos lett volna, ha tudják, hogy van ilyen, és játszanak vele. A harmadik az a Magic Maze, Fogd és Fuss nevezetű társas játék. Ennek a sztoria az volt, hogy ezek a mágikus lényeink, a troll, a törp, harcos, tündér, meg még valami. Szóval a szereplők, ilyen nem konkrétan így volt, mindegy, volt a mágikus lényeknek így a megélhetését elveszik, és akkor ők elmennek a plázába, és ki akarják azt rabolni. Valahogy így van a sztori. És ezt úgy kell, hogy közel, ez is olyan, mint az előzőnél, az a tiltott sivatag, hogy közösen kell az egész bandának kijuttatnia, meg eljuttatnia a helyes helyekre a bábukat. Szóval ezt így össze kell dolgozni, hogy sikerüljön. És igazából különféle küldetések vannak benne. Kipróbáltuk az egyes és a kettes küldetést. A kettesnél már annyira össze-vissza voltak nekünk a dolgok, meg nagyon oda nyúltunk egymáshoz, és nem vártunk meg ilyenek, hogy az már nem tetszett, úgyhogy csak az egyes küldetést használtuk. De ez egyébként azzal tök jót lehetett szórakozni. Igazából szerintem mi teljesen nem szabályszerűen játszottunk vele, hanem csak így össze-vissza pakoltunk mindent, ahogy tudtunk, mert mindenkire szóltunk, hogy anya, pakold már a dolgokat, de amúgy vicces volt, úgyhogy. De a legtöbbet a hét csodával játszottunk. És akkor, ha már labirintus, nyilván ide fogom sorolni akkor az útvesztőt, amiben szintén ki kell jutniuk az útvesztőből. És hát végül is össze is kell dolgozniuk. A másik a csata a labirintusban, amit legutóbb is már emlegettem. Mert hát ugye ebben meg a labirintuson keresztül kell közlekedniük. Egyébként szintén összedolgozva, mert hát mondjuk labirintusból úgy a legegyszerűbb kijutni. A harmadik könyv, ami szintén csak várólistás nálam, és még nem olvastam, és nincs is meg, de abban viszont el kell, tudom, hogy el kell lopni valamit, legalábbis remélem, hogy nem tévedek, az pedig a Six of Crows, aminek a magyar címe a Hat varjú lett. Úgyhogy szerintem ez is illik ide, mert ott is egy ilyen kis csapat megy és ellop valamit. Körülbelül ennyit tudok már csak a sztoriról. Akkor ez lett volna ez a második körös társasjátékos könyves vegyes köret. Igen, szóval nagyon szépen köszönöm a Játszóház projektnek, hogy kipróbálhattam ezt az egészet, mert nagyon élvezetes volt, és nagyon jó társasokat tudtam ennek keretében kipróbálni, meg hát az egész család is, és szerintem lett legalább egy olyan, amit meg szeretnénk venni ezek után, megsúgom az azulaz, az nagyon bejött, de ez a hét csoda is nekem egyébként nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy igen, majd meglátjuk, hogy megvesszük-e. Avagy sem. Minden linket meg fogtok találni a leírásban, a projekthez is, a kölcsönzéshez is, meg az előző videóhoz is. Akkor igen, ez lett volna ez a kis társasjátékos beugrás az egész csatorna témához, könyveken kívül. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!